2020. október 24-e van már, és hát most egy kicsit távol vagyunk Kőszegtől, nem kicsit, majdnem 100 kilométerre az Őrség legnagyobb településén, Őriszentpéteren, és innen indul a mai túránk, majd ide fogunk visszatérni. Elindulunk majd balra, Pankasz és a Vadásató irányába, de hát majd menet közben a részleteket. Leparkoltunk. Csak négyen megyünk, Ildikó, Otto. Lóri. Kezdjük újra. Ildikó, Lóri, Imola és Steni a visszahúzó erő. Az alapfolyó fölött jöttünk most éppen át. Nem messze innen, 12 kilométerre ered, úgyhogy itt még tulajdonképpen csak egy kis patakocska. Hogy elterjedtek ezek a I love you és a település neve. Hát lassan elkészülöttünk. Most pontosan a központban vagyunk. Elfordulunk Zalalövő felé. Hát az időjárásról annyit, hogy a mai napon is inkább az zordabarcát mutatja nekünk az ősz. Nem akar enyhülni. Hát körülbelül 9 fokot mutat a hőmérőnk. Mondhatom, hogy szerencsénk van a mai nappal, mert valamennyi csapadékot is jósoltak a nap folyamán. Köd ugyan van még, nem sok, hála Istennek, legalábbis ezen a részen nem. Viszont gyönyörű színnek azok, igen. Már is elértük Nagy Rákost. Őriszentpéter és Nagy Rákos között mindössze 3 kilométer van, de hát majd erről mesélek egy érdekességet. Hamarosan elkanyarodunk jobbra, ott megállunk, és akkor mondok néhány dolgot bővebben. Már ott szemben látszik az az érdekes építmény, ami valahogy nagyon nem passzol ide a tájba. Ez egy talán Közép-Európa leghosszabb viaduktja. 1-2 méter híján 1400 méter hosszú vasúti viadukt, ami a Zalalövő és Muraszombathely közötti vasútvonal nyomvonalára épült viadukt. Na hát éppen átrapog rajta egy vonat. Tehát számomra azért van ennek nagy jelentősége, hogy tényleg az élőhely zavartalan jövésmenését biztosítani tudja. Na hát annyit akartam elmondani, hogy Őriszentpéter és Nagy Rákos között ugye 3 kilométer távolság van, de hát ugye az Őrség az a hidegháború alatt szigorúan zárt övezet volt, és például ha valaki innen Nagy Rákosról Őriszentpéterre át akart menni, hiába volt 3 kilométer a két település között, bizony neki be kellett menni Körmendre, a rendőrkapitányságra, különleges belépési engedélyt kérni ahhoz, hogy a tőle 3 kilométerrel arrébb lévő településre át tudjon menni. Ennyit Nagy Rákosról, megyünk is tovább Pankasz felé. Egyébként, ha hülyeséget mondanék, szokásomhoz híven, akkor elnézést, életemben először járok az Őrségben. No, hát az ilyen látványért érdemes az Őrségbe jönni. Yeah.
Pankasz felé haladva ezt a tájházat találjuk utunkban. Nem gyönyörű. Érdekes volt ebbe a korszakba élni. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arc, minden szép. Szóval ami miatt érdemes elkeresni az őrséget, az az, hogy az utolsó előtti pillanatban vagyunk, amikor még olyan állapotában látjuk az őrséget, hogy javarészt az eredeti lakosság alakja. Én azt gondolom, hogy nagyjából 20 év múlva ez már csak részben lesz igaz. Ugyanis az van, hogy folyamatosan elhagyják a fiatalok az őrség településeit, és nyilván a házak előbb-utóbb gazdára találnak, tehát máshonnan ide települnek emberek, de az a népcsoport, aki egy évezeden keresztül lakta ezt a vidéket, az folyamatosan zsugorodik és eltűnik. Eladó a csárda is. De az, hogy népcsoport egyébként nem is jó megfogalmazás. Az itt élők egyébként azt hallják magukról, hogy ők székelyek. Ugyanis a székelyek nem csak Erdélyben élnek, hanem a székelyek épp úgy határőrizeti feladattal voltak megbízva a történelmi Magyarország területén, ahogy Erdélyben, úgy a felvidéken és itt a nyugati végeken is. És hogy mennyire fogy az itt élő őslakosság, egy nagyon jó érzékeltető példa erre egy őrségi kistelepülés plébánosa, aki elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt nyár kellős közepén volt, és az ő szavait idézve azt mondta, hogy július 1-e van. Ebben az évben 69 temetés volt a faluban, illetve a környéken, és mindössze 2 keresztelő. És nem azért volt csak 2 keresztelő, mert hogy nem születnek gyerek, illetve nem keresztelik meg a gyerekeket, hanem nem születnek gyerekek. És azért nem születnek gyerekek, mert elvándorolnak a fiatalok. Ugyanis akinek szakmája, diplomája van, az hát nagyjából 30 kilométeres, 60 kilométeres körzetben nem igen talál magának a képzettségének megfelelő állást. Emiatt elvándorolnak a környező városokba. Elütöm a lórit. Itt a táblán a kerékpárút jelzés, ez az őrség 4 és 5-ös kerékpárút nyomvonala. Na most ezek ritkán önálló kerékpárutak, többnyire ilyen alacsony forgalmú közutak, értendők a kerékpárutak nyomvonala alatt. Van belőle több is egyébként, nem tudom pontosan, 6-8 egészen biztos. Egy mesebeli erdő, tele gombákkal. Nem ajánlok megkóstolni. Megégett és fejbe vár. Néha szeret, és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ez meg a tinod? Igen. Honnan tudod? Azért, mert ilyen olyan, mint a szivacs lenne az alja. Szivacsos az alja. Nem tudom, milyen fajta. Lehetne jó, de álmodni csak itt tudom. Van
Pankasz előtt vagyunk 3 kilométerrel durván. Na és hogy hol is van ez az őrség? Nagyon leegyszerűsítve úgy lehetne elmondani, hogy északról a 8-as főút határolja, nyugatról Rábafüzes, keletről pedig Zalalövő, délről pedig a szlovén határ. Letértünk a Zalalövő felé vezető útról. Megnézzük itt az őrség egyik legemblematikusabb épületét, a pankaszi haranglábat, aminek igen gazdag a történelmi múltja, hiszen 1755-ben építették. És hát olyan jól sikerült ez az építés, hogy a mai napig áll, apró kis javítgatások árán. De annyira népszerű, tényleg annyira emblematikus, hogy egy csomó kiadvány, őrségről szóló kiadvány címlapképe az a pankaszi harangláb. Tehát ha letérünk a Dózsa György utcába alig 150 méter után, nem csak ezeket a pihengető vocikat, hanem ott fenn a dombtetőn a haranglábat is megpillanthatjuk. Ezekről a haranglábakról annyit érdemes tudni, hogy nem azért épültek, mert olyan nagy volt itt a szegénység, hanem egészen II. József türelmi rendeletéig a nem katolikus felekezetek nem építhettek kőtornyot. Hát azért épült fából. A teteje az zsindellyel fedett, az oldala pedig, tehát magának az állványzatnak a védelmére pedig rosszalmából készült zsup tetővédi az időjárás viszontagságaitól. Megátkozz, megégetsz, és fejbe válj. Néha szeret, és... Hát, hogy teljesen autentikus legyen a környezet, megjelentek itt a tyúkok is. Valószínűleg időnként szoktak kapni valami csemegét. Nem véletlenül jönnek most ide érdeklődni. Most ez az építmény, ami egy áttelepített kovácsműhely, de sajnos szabadon nem látogatható, telefonálni kell a kulcsért. Tehát a kovácsműhely és a háttérben a harangláb, ott a csupasz fák koronája mögött. Bekukkantunk az ablakon. Hát ott szemben látszik az az állvány tele mindenféle kovács szerszámokkal, és itt a kemence bal oldalt. Hát ennyi. Elképesztően színes az erdő. Visszatérve most erre a mai napi kerékpár túrára és az őrség területi egységére, mi most a központi részét és ezt a déli-délkeleti részét járjuk be. Hát sajnos nem fér bele minden, nem véletlenül van 6-8 különböző kerékpárút.
nincsenek nagy távolságok a települések között. Mondjuk ez nem véletlen. Mert hát egy évezeden keresztül az itt élőknek a határ megfigyelése és a határ őrizete volt a feladata. Hát ez nagyon jó pofa volt. Egy nevezzük virágágyásnak, tehát egy virágágyásban az őrség falvainak a névtáblái szépen csoportosítva. És a mostani helyzet kialakulásával kapcsolatban ezt az utókornak hagynánk. Az önkormányzat épülete, és az a... Ez már épített harangláb. Ez valószínűleg már II. József után épült. Hát nagyon aranyos ennek a településnek a központja. És egy picit visszakapom a kamerát. Vesző paripám a kék kutak, tehát itt is van egy, és működik. Tehát én azt gondolom, hogy egy település barátságosságának az egyik megnyilvánulása, hogyha a köztéri kutak működnek. Átjöttünk Zala megyébe, éppen csak átléptük a megye határt. Hát itt most nem sokára lekanyarodunk balra, és elmegyünk, megnézzük a Borostyántavat. Tehát ott, ahol az a tábla van, ott elmegyünk balra. Tehát ez a Borostyántó. Hát ahogy látszik, ez is mesterséges tó, de az mondjuk nem volna semmit a szépségének a fokából. Ahogy látom, ott szemben a túloldalon valami vendéglő is van. Nem kicsi a tó. Ahogy látszik, elég hosszúkás. Itt van egyébként a zsilipje. Éppen nyitva is van. Elég rendesen zúdul bele a víz. Tehát ez a gát, ahol állunk. És akkor ott lent folytatódik. Mikor jön autó, majd álljatok. Félre, persze. Elhagytuk már Felső Jánosfa, ha jól emlékszem a település nevére, és megyünk a vadásató felé. Egy gyönyörű szép színei vannak most itt a természetnek. Már a rét is többféle színben pompázik, na de hát a fák. Gondolom. Találtunk itt egy kis keskeny kerékpárutat, ami egy ilyen átkötő út a vadása tóhoz vezető úthoz. Elmegyünk erre. Olyan jó pofának tűnik. A földet választotta, ezt a napot úgy akarta, ide hívott az élet, itt él utó
a vég. Mester munka közben. Ezt a földet választottam. Belerondítunk az objektívbe. Úgy akartam minden álmot. Tulajdonképpen még ennyi. Egy átkötő út volt. Sziasztok! Sziasztok! Hát elértük a vadászatónak a falu felőli végét. És akkor, ha minden igaz, körbejárható, benézünk, hogy mi látható itt. Na, és közben megérkeztünk a vadászatóhoz, meglátjuk, hogy körbe lehet-e tekerni. Minden esetre valameddig biztosan, hogy bemegyünk. Minden szép, ezt a földet választottam. Ezt a napot úgy akartam. Ezt a földet választottam. Hát ez valami csodálatos látvány. Gyönyörű. Hát, hogy a természet milyen szépet tud alkotni. Története van magának a tónak is, mert volt egy előélete, aztán 1968-tól egy újabb szakasz a tó életében. Tehát az itteni birtokos hozta létre először ezt a tavat, aztán elfelejtődött, elmocsarasodott a 30-as, 40-es, 50-es években. Aztán egyszer 1968 felén egy ilyen közösségi összejövetelen, az öregek emlékezetében még élt a tó, és valahogy felvetődött a téma, hogy itt a falu felső határában volt a grófnak egy gyönyörű tava. És hát ennek a téli beszélgetésnek volt köszönhető, hogy a falusiak társadalmi munkával helyreállították a tavat. És úgy gondolták, hogy erre idegenforgalmat lehet építeni. Most október 24-e van, de kint a parkolóban lehetett látni, hogy nem kevés autó, sőt busz is állt itt. És igen, szívesen felkeresik az emberek, mert egy gyönyörű környezetben lévő tóról van szó. Lehet, hogy Zsák utca. Ja nem, erre ki lehet menni. Ez a felső tó, hát ahogy látszik is, ez egy ilyen ülepítő tó. És mi most a gáton vagyunk. És akkor itt tőlünk balra a strand és a tó tisztábbik fele.
Innen látszik igazán, tehát ez a felső tó, az ülepítő tó. Itt alattunk csobog a zsilipáteresztője. És ott pedig az alsó tó. Havalás a tó körüli tanösvényen körbe kerékpározzuk a tavat, aztán nem sokára keresünk valami ennivalós helyet, mert most már igencsak kórog a gyomrunk, azért tekerünk. Most már 10 óra óta, azt mondja, hogy 3 órája. Hát igen, ez az őrség, ez rengeteg sok szép látnivalót tartogat még számunkra a mai nap. Hát reméljük, hogy belefér minden, amit terveztünk. Szerencsére a kőd az felszállt elég rendesen, úgyhogy most azért lehet gyönyörködni az őrség által nyújtott a látványokban. Aha. Még hogy nem lehet kétszer belelépni ugyanabba a folyóba. Egyszer már rápiszkáltunk arra, hogy bringázás közben leültünk ebédelni. Nem tanultunk az esetből, most újra. Hát kíváncsi leszek, hogy a hátra lévő 60 kilométer, nem, csak 30 valamennyi. Hogy tudjuk majd teljesíteni tele gyomorral? És osztályú volt az ebéd, ügyes a szakács. Hát most akkor teszünk egy ilyen félkört, és pankasznál visszacsatlakozunk a... Ó, mekkora gomba! Oda rakhatom a kezemet rá, hogy látszódjon, hogy mekkora? Hát ekkora a gomba. Imola a kezem mutatja, hogy milyen a méretarány. Nem semmi. Hát ez van közel 20 centi átmérőjű. Ez egy tökéletes példánya a légyülő galócának. Első Magyar Ózsdnál vissza kanyarodunk az Őri Szent Péter felé vezető útra. Oh, micsoda gurulásnak nézünk elébe! Megurultunk Riszákra. Na és most el kell döntenünk, hogy merre. Igen, arra, Pankasz felé megyünk tovább. Komasszá,
Főzve kölyvek, hú, hát van vad rendesen, ott is van egy bent. Nem is egy több. Itt vagyunk már Pankasz határában. És akkor jobbra fordulunk, elindulunk visszafelé, Őri Szent Péter felé. Körülnézünk a templomszeren, megnézzük az Árpád-kori templomot. Aztán elmegyünk egy kicsit följebb Szalafőre, Pityerszerre, illetve a kilátóhoz. Tehát van még hátra bőven látnivaló. Bocsánat, Kisrákoson vagyunk, nem is Pankaszon. Igen. Itt Kisrákos határában van ez az alpakka farm. Megyünk befelé, megnézzük az alpakka farmot, itt Kisrákos határában. Ó, de jó kis hangulatos hely. Ez is egyfajta unikum. Fára épült házikok, ilyen kis szobácskák, bungallók, közismertebb néven. Hát ez szintén jól néz ki. Nem csak ez van, van egy csomó. Jó napot! Itt is ez a palló, éppen egy ilyen kis cölöp házikóra, házikóhoz vezetve. Ahogy elnézem, kerékpárt is lehet kölcsönözni. Jó kis panzió ez. És gondolom ez lehet vagy a legelő, vagy a kaszáló. Az állatkák valahova emigráltak. Téli álmot alusznak. Sajnos az állatokat nem találtuk meg, valószínűleg be vannak most zárva. Nyitva a karámnak az ajtaja. Valahova emigráltak. Na, mindegy, megyünk tovább Pankasz felé. Imola gyorsan utána járt, hogy mennyibe kerül egy ilyen lombházikónak a egy éjszakára, egy főre a zára. Hát nem olyan vészes, 8000 forint. Ennek is, meg annak is, mivel ugye ezek az erdőre néző. Gondolom ez a feláras, extra feláras. Teljes panzió és két darab lombház bérlése csoportos vagy rendezvények részére 150 ezer forint per éjszaka. Tehát az összes szállás lehetőség 150 ezer forint. És ez én lehet... Hát legalább 20 fő, gondolom. Biztos, hát amennyi biciklét van. Igen. Jó, oké. Egy ilyen nagyobb létszámú csomagos túra esetén biztos, hogy itt foglalunk szállást. Igen. Jó, hát ezt most el is döntöttük. Tehát a tavaszi zempléni túránkra itt foglalunk szállást. Hát az őrség végül is nincsen messze tőle. Nincs. Ugye? Egyáltalán. És nagyon szimpatikus. Ugye? De a bükki túrához is lehet simán. A bükki túrához is. Hát a bükk meg az emplén úgyis a szomszéd dai egymásnak. Így van. Visszaértünk Pankaszra, és itt vagyunk mindjárt megint a harangláb tövében. De most persze nem megyünk fel.
Már látom a bocikat, úgyhogy itt balra lesz majd fent a harangláb. Éme. És akkor itt jobbra, Őri Szent Péter felé. Megérkeztünk oda, ahonnan elindultunk a vadászati felé. A harangláb. Szerintem ki vannak tömve, nem? A műemlékhez tartoznak. Na hát ezt a szegény csárdát azóta se tudták eladni. De nagyon jól néz ki. Nem is kell megvenni, lehet bérelni is. Nagy rákos alszer. Na majd erről a szer fogalmáról is érdemes egy-két szót ejteni. De majd akkor, ha aktuálissá válik. Kicsit benézünk ide a tájházba is. Nem tudom, mennyire látszik a felirat, az van ráírva, hogy kitépték őket közülünk. Ugye rengeteg embert elvittek innen, hát a magyar gulágra, tehát a kitelepítés ezt az országrészt is elérte a 40-es évek végén, 50-es évek elején, és hát mire visszajöttek, addigra ugye a vasfüggöny megépült, vagy felépült, és tulajdonképpen nem is jöhettek vissza, hanem rokonoknál, meg távolabbi részeken tudtak csak letelepedni, itt Vas és Zala megye találkozásánál. És hát ezért van ez a három szó, hogy kitépték őket közülünk, mert elvitték és nem jöhettek vissza. Úgy tudom, ez a valamikori Kovácsé volt, és hát nagyon sokáig itt lakott a Kovácsi családjával, aztán a ház már nem volt az övé, vagy eladta, nem tudom. De még itt dolgozott sokáig. Na, hát egy-két érdekesség. Nem tudom, hogy ki ismeri azt a szót, hogy kástú. Hát a kástú az annyit jelentett, hogy tulajdonképpen éléskamra, ami nem a házban volt, hanem idekint. És a kulcs az mindig a gazdasszony kezébe, zsebébe volt. Ő osztotta be az élelmiszert. És hát általában úgy voltak ezek a házak, hogy elől volt egy tiszta szoba, amit nem használtak, amit csak a vendégek számára tartottak fent. Aztán középen a konyha, és végül hátul a szoba, amit egyébként a mindennapi életükben laktak. Hát közben beértünk Őri Szent Péterre. Innen Szelafő felé vettük az irányt. Most meglátogatjuk a romtemplomot, az Árpád-kori romtemplomot. A mai túrából tulajdonképpen, ami még hátra van, az az, hogy elmegyünk Szalafőre, megnézzük a skanzent, meg a kilátót, aztán még itt Őri Szent Péteren az Árpád-kori templomot. Az ala fölött megyünk át éppen. Most nem sokára elérjük az Árpád-kori templomot, amit megint csak érdemes megnézni. Van egy-két olyan érdekessége, ami talán egyedülálló az országban is. Micsoda házikók bújnak meg itt a lombok között. Hát ez az emelkedő, ez nem semmi.
látni ott a hátul a fák között az autó lámpájának a fényét. Tehát nagyon rövid gurulás, aztán egy ilyen brutál 12-15%-os emelkedő. Hú, hát egyből a Brissics jutott az eszembe. Ez azért méltó momentum a mai napnak, nem? Igen. Idáig kimaradtak, most legalább egyszer de tudtunk egy jót mászni. Jól esett, kedvesem? Igen. Nagyon, oké, rendben. Talán mondanom sem kell, teljesen feleslegesen tettük meg ezt a szakaszát az útnak. Tehát most itt bejöttünk nagyjából 6 kilométert, de nem Szalafő irányába, hanem hát nem is tudom pontosan merre, mindegy, lényeg az, hogy nem Szalafő irányába. Úgyhogy ez az ereszkedő is, meg aztán nyilván visszafele a mászás is, teljesen feleslegesen történt meg. Most ott elől, ahol lóriek mennek, van az a sárga épület, hát most itt nekünk jobbra lesz a leágazás Szalafő irányába. Remélem, azokat a bringásokat követem, akiket akarok. Két évvel ezelőtt, nem is tudom, ja, Cellámzébe volt az a sztori, hogy Ildikó egyszer csak eltűnt a szemem elől. Este volt, sötét, és esett az eső. Aztán láttam egy kerékpár hátsó lámpáját, amit elkezdtem követni, de mire utolértem, akkor derült ki, hogy egy vadidegen nőt követtem, úgyhogy fordulhattam vissza, és keresgélhettem tovább. Egy kis kitérő, megnézzük itt Őri Szent Péter határában az Árpád-kori templomot. Látszik, hogy ez is erőtemplom volt, itt a vizes árok mai napig megmaradt. Hát ilyennek védelmi szerepe volt. Sajnos már nincsen nyitva, úgyhogy csak kívülről tudjuk megnézni, de egy-két érdekességet mindenképpen kínál számunkra ez a templom. Annyit ugye tudunk róla, hogy erőtemplom volt. A török hódoltság idején védelmi szerepet töltött be, a környékbeli lakosság ide menekült, és úgy tudom, hogy állandó katonasság is állomásozott itt. Hát aztán, mikor a török erre járt, akkor elpusztult a külső várvédőfal, vagy templomvédőfal. El is veszítette aztán később a védelmi jellegét. Na, ami érdekes, az az, hogy itt a külső vakolaton látszik, hogy ez kívülről is freskók borították a templom falát. Ez azért elég ritka dolog. Ausztriában mondjuk látni ilyeneket, de ugye azok részlegesek voltak. Ez meg, ahogy látszik a tornyon, egész fölfele ott is freskók borították. Na hát itt egyébként az ajtó melletti pilléren, azon látszik igazán, hogy freskók borították, tehát kívülről is festve volt a vakolása. Hát ez a románkori ajtóív, ez nagyon szép. És hát látszik, hogy az ablakok is ilyen védelmi funkcióval, csak egy ilyen lőrésnyi szélességűek. Thank you.
Pityerszed felé megyünk. Mondhatom azt viccesen, hogy az őrség fensíken vagyunk, meg voltunk az előbb is teljesen feleslegesen, a mindegy, az már a múlté. Innen csak gurulunk. Sziasztok, bocsik! Ez is egy jó példa arra, hogy mit is jelentenek a szerek. Tehát a szerek azok ilyen kis, néhány házból álló csoportok, házcsoportok, amiket tulajdonképpen egy-egy család, inkább úgy mondanám, hogy família lakott, és hát az ő feladatuk volt a határ szemmel tartása, a határőrizet. Tehát a szerek, ezek viszonylag közel vannak egymáshoz, és hát egy ilyen megfigyelő hálózatot alkottak tulajdonképpen. Ott fenn a dombon is található egy harangláb. Tehát megyünk tovább Pityerszer felé, a skanzen felé. Egy olajütő, meg rétesház. A kérdés az, hogy hipa van-e? Igen. Felértünk Pityerszerre, itt vagyunk a skanzen bejáratánál. Hát talán még lesz szerencsénk, és be tudunk menni. Még mindig nem tudjuk, bemehetünk-e. Úgyhogy egyelőre egy pár képet készítünk. Hát ez a skanzen, ez nagyjából az itteni építészet 1700-as évek végének megfelelő állapotát konzerválta. De ez sem néz ki rosszul, a főépület, ahol a belépőt is lehet vásárolni. Na, lányok úgy látszik vettek egy. Hát ezek voltak azok az úgynevezett kémény nélküli házak. Itt apró kis lőrészszerű ablakok vannak, de nem ez a fontos, hanem itt, ahogy az ajtó mellett is látszik, kicsit feketére van festve, tehát bent középen állt egy kemence, és nem volt kémény. Tehát gyakorlatilag az ajtó fölötti rés, ami látszik, ez a kis tégla alakú nyílás, ott jött ki a füst. Hogy bírták ki oda bent? Na, hát így nézett ki belülről. Nagyon kevés a fény, nem tudom, hogy... Tehát itt van a kemence, és akkor mellette egy asztalka, székkel, egy kis szekrény, teknő. Hát, nagyjából így. Fegyverben réved fönn a déli ég, kemény a menny és vándor, a vidék halkul, a hó megáll.
áll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon helyezkedik a csontozott úton. Kis szád, az nemzet iszkák álszozók, zúzódik sziszen iszlad és buzók. De fönn a hegyen ágyat pontak ők, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajos szél jaját csendben hallgatom, csak holdó hajam rebes vállamon. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyén, szerelem szólal, én cselek felém. Birkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Fegyverben révedt fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon helyezkedik a csontozott úton. Kis száraz nemzet iszkák elszúzok, zúzódik sziszen iszad és húzok. De fönn a hegyen ágyat mondtak őt, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajok szél jaját csendben hallgatok, csak hullú hajam tepes vállalom. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyén, szerelem szólal, én cselek felém. Pirkadó madár, karcsú koronát, de áttetsző, mint minden látomás. Most egyébként ennek a skanzának az a legfontosabb ismérve, hogy ezek az épületek, ezek eredeti helyükön vannak, tehát ezek nem úgy lettek idehozva, ezek ide lettek építve annak idején, az 1700-as évek vége felé. Most mondja Imola, hogy tulajdonképpen grátis ez a skanzen látogatás, mert éppen 5 óra volt, mire ideértünk, és azt mondták, hogy hát akkor most már nem kérnek belépőt, jöjjünk be. Az a rövid nyitvatartási idő, ami hátra van, az már grátis. Na most, hogy ezek a szerek tényleg mekkora területet beláttak, erre jó példa, hogy itt van ez a pad. Tehát innen elég jó kis kilátás nyílik. Tehát a következő szerig tartó területet innen, mondjuk erről a padról tökéletesen be lehetett látni. Nem tudom, mennyire jönnek át itt a lombok színei, de a sötét zöldtől kezdve az aranyig mindenféle színek vannak. Tehát ugye most Szalafőn vagyunk. Szalafőt egyébként 7-szer alkotta, Őri Szent Pétert 12. Na és érdekes mondjuk Szalafőnek a név eredete is. Ugye ez is egy elhallás, ugyanis hát itt ered a közelben az Ala. Tehát a Szala az egyenlő az Alával. Lóri figyelmét nagyon felkeltette ez a csonkakörtefa. Nem mered, itt vagyok. Nem kapaszkodom. Hát, Marika! Szeretitek a gombát? Nézd! Gomba! Hogy? De nem eszitek meg! Elveszitek tőlem! Még egy utolsó pár képkocka, aztán megyünk, mert szerintem mire visszaérünk Őri Szent Péterre, éppen be fog sötétedni. We'll be right back.
Na, ez jó volt. Nagyon jó volt. Nyomtunk egy jó kis tempót. Pityerszerről gyakorlatilag 20 perc alatt leértünk ide Őri Szent Péterre, alsószerhez, ide az egészségház elé a parkolóba. Lóri, mondja az adatokat. Na, hát a mai napon az őrségben megtett kilométerek száma az 60,37 km. Nyeregben töltött idő 3,28 perc, és volt egy 17,4 km/h átlagsebességünk, és 497 méter másztunk. Hát ennyit a mai túráról. Próbáltunk egy kis szeletet bejárni az őrségből, tehát amit betudtunk, az az őrség középső része és a délkeleti része. Azt gondolom érdemes ide eljönni, mert olyan látnivalókkal szolgál, amit az ország más részén már nem biztos, hogy megtalálunk. És zárószóként még annyit, amit szoktunk, hogy egészségünkre!